A videó kezdetén Szombathely vasútállomáson vagyunk, és onnan közel 4,5 óra menetidővel, illetve 250 kilométert fogunk megtenni, azaz a mai alkalommal az Interregio egyikével fogunk utazni, azaz a Pannonia Interregiót fogjuk igénybe venni. Egy halbi kocsikkal teli sor megy mellettünk, amit egy V46-os továbbítja, más néven Szöcske. Érdekessége, hogy egy másik beceneve Kis Gigant. Szombathelyet elhagyva a 17-es vonalon megyünk egészen Zalaszent Ivánig. A szerelvényünk egy hörgő, illetve egy halbi és egy vezérlő a végén. Beszéljünk róla, hogy leginkább mit is jelent az Interregio. Az Interregio Magyarországon regionális és távolsági forgalmat kiszolgáló, magasabb színvonalú sebes vonat. A járatok pót és helyjegy nélkül vehetők igénybe. Az első ilyen vonatok 2009-ben indultak el Magyarországot. 2021. április 11-től naponta Pannonia Interregióval tudunk utazni Szombathely és Pécs között. Eleinte Desiro, de napjainkban remotizált csörgő, másnéven hörgő, valamint egy halbi, illetve egy vezérlő, vagy másik esetben meg kettő halbival. A 17-es vasútvonalat 1865. szeptember 21-én helyezték üzembe a Déli Vasúttársaság. Kisebb-nagyobb fejlesztések lettek, amiután Szombathely és Zalaszent Iván között 2011. októberében a Gyesev átvette az üzemeltetést, illetve decemberben személyszállítást is. 2016-ban megkezdődött a szakasz villamosítása, ami végül 13,7 milliárd forintba került. A projekt részeként modernizálták az állomások világítását, új váltófűtést telepítettek és emelt peronokat építettek. Az utolsó dízelvonat 2016. május 17-én közlekedett, a villamosítás pedig szeptemberre készült el. Az utasok jelentős előnyökhöz jutottak a fejlesztés révén. Azóta több megállóhelyen csak feltételesen állnak meg a vonatok.
Zalaszent Iván vasútállomás, innentől a jó megszokott MÁV mellékvonalán haladunk egészen Nagykanizsáig, majd meglátjátok a különbséget a két vonal között, mi az, amit a MÁV kezelteti, mi az, amit meg a GESEV. Nagykanizsától Gyékényesig a 30-as vasútvonalon fogunk haladni, ami érdekesség a Pannonia interregiókról, hogy 4 vasútvonal keresztül megy, és ebből 2 vonal pedig az elejétől a végéig, amit említettem, a 17-es vasútvonal, illetve a 60-as vasútvonal, ami meg majd utána jön. Amit a videó elején említettem, az itt látható összeállításban is közlekedhet.
Barcs vasútállomáson egy Pécsről érkező személyvonatot láthatunk a végállomásán egy kékesített bézével, illetve egy póttal is. A 60-as vasútvonal Barcs és Gyékényes közötti vasúti szakaszt a déli vasútársaság Barcstól Murakeresztúrig tartó 72 km hosszú vonalának részeként 1868. szeptember 1-én adták át a forgalomnak. 1995-ben Gyékényes és Murakeresztúr közötti pályán bevezették a villamos vontatást. Szentlőrinc és Pécs közötti szakaszát villamosítva van, és ezért közös szakaszon halad a 60-as, illetve a 40-es vasútvonal egészen Pécsig. Pécs vasútállomásra beérkezve a mai utunk végére értünk, ha tetszett és még nem vagy feliratkozva, akkor mindenképpen iratkozz fel és nyomj egy lájkot. Ez itt a Train Hungary volt. Sziasztok!